Kihirdették az Eger Csillagai díjazottjait Kedvest az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kápolnájában. Idén is az 5 kategóriában kiválasztott, 3-3 jelöltre lehetett szavazni. Már 16. alkalommal hirdették meg az eseményt. Az egyletünk immár több mint 30 esztendeje tevékenykedik, és az egri értékek ápolását, erősítését, támogatását tűzte ki központi célként. És a mostani meghirdetés immár a 16. volt az Eger Csillaga díjra. Fontosnak tartjuk, hogy az egriek véleményt nyilváníthatnak a jelölteket, illetően, hogy kit támogatnak a díj elnyerése kapcsán, de szeretném hozzátenni, hogy az 5 kategóriában az összesen 15 jelölt, mindegyike rendkívüli teljesítmény nyújt, rendkívüli értékeket produkál és gazdagítja a város gazdaságát, intézményi ellátottságát, a civil szférában tevékenykedik, illetve kitűnő szakemberek és nagyszerű fiatalok, hiszen a fiatalokra külön oda kell figyelnünk, hiszen ők jelentik a város jövőjét. Idén is több ezeren voksoltak a jelöltekre. Intézmények kategóriában 3 jelöltre lehetett szavazni. Az Országos Vérellátó Szolgálat egri területi vérellátójára, az Országos Mentőszolgálat mentőállomás Egerre és a Segítő Szűz Mária Egyetemi Kollégiumára. 2022-ben Eger Csillaga lett az Országos Mentőszolgálat mentőállomás Eger. Nagy-nagy megtiszteltetés mindenképpen. Egyáltalán, hogy valakiknek eszükbe jutottunk, ez valami hihetetlen jó érzéssel tölt el engem, és természetesen nyilván még ezután fogják a kollégáim is ezt megtudni, de szerintem őket ugyanilyen jó érzéssel fog eltölteni. Ez egy, úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly társadalmi elismerés. És hát azért, hogyha Egerben dolgozunk, és nyilván, hogyha hívják a mentőt, nyilván nem a más megyéből, bár ilyen is elő szokott fordulni, érkezik mentős, de azért tudják, hogy ezek a megri mentősök azért igen, oda teszik magukat, és a napnak a 24 órájában bármikor, és riaszthatóak vagyunk, és kellő empátiával állunk a beteghez, és az ellátásban is próbálunk profi szinten közreműködni. A fiatalok közül pedig Eperjesi Zsófia, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanulója kapta a legtöbb szavazatot. Számomra ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon meglepett, hogy én kaptam, ugyanis nem vagyok egri, viszont nagyon sokat szereplek itt, minden rendezvényen, rengeteg zenekarban játszok, és ez egy nagyon nagy elismerés számomra. A családomban anyának az unokatestvére már fuvolázott, és nagyon megtetszett, illetve egy-két osztálytársam is az általános iskolában, és ugye Vince Viktória tanárnőhöz járok most is, és nála is kezdtem, és nekem ő a példaképem, mindenben támogat engem, és vezet az én utamon, és igazából amilyen tanár ő, olyan tanár szeretnék én is lenni majd a jövőben, és szerintem minden gyermek szereti őt. A szervezete kategóriában jelölt volt az Egri Borvidékhegy községi tanácsa, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület és a Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület. A nyertes az Egri Borvidékhegy községi tanácsa lett. Nagyon felemelő érzés volt, valóban sokat tettünk, próbáltunk tenni az egri bor felemelésért. Tényleg nehéz időszakot élünk, és hát ez a díj az méltán mutatja azt, hogy az egri borvidék jó úton jár. Valamikor mi ezt néhány évvel ezelőtt úgy fogalmaztuk meg azért, hogy Egerben mindig történik valami, és ezt próbáljuk is majd kommunikálni. Hát most tényleg egy nagyszerű dolog történt, de hát tulajdonképpen az egri borászoknak a teljesítménye magával hozza ezt az elismerést, hogy predesztinálja egy kicsit. Nyilván az, hogy őket szeretik, azt a tanács bizonyos koordinációt, összefogást, egyáltalán nem azt mondom, hogy a bíró vagy a hegybíró szerepét, de gyakorlatilag a kicsit azt a koordinációt szívesen veszik, amit tud nyújtani
nem a közvetlen napi munkával foglalkozó varázs, bár mindenki természetesen a saját maga imázsát önállóan is építi. Gazdasági társaságok kategóriában jelölt volt az 1552 Butik Hotel Tetőcentrum 95 Kft., a Marshall Ablakgyár Kft. És a Pásztorhús Kft. Eger. Eger Csillaga 2022-ben a Pásztorhús Kft. Lett, a díjat Tóth Sándor tulajdonos vette át. A Pásztorhús Kft. 1985-ben alakult, kis családi vállalkozásból fejlődött egy jelentős húsipari céggé. Magánszemélyek közül jelölt volt Ábri Zoltán egri vállalkozó, Buda Péter atya és Herceg István grafikus és festőművész. Az Eger Csillaga címet Buda Péter nyerte el. Az atya Alajosváros templomának állandó misézője és papja egy neokatekumenális közösségnek, a Szent II. János Pál plébánián.